itt vagyunk a konyhán, az üzemi konyhán, akinek főzünk az iskolásoknak, az óvodás bölcsödésüknek és a nyugdíjasoknak. Amint látszik, hogy ez a vihar, ez az orkánszerű vihar, milyen nagy kárt csinált ebben részben itt, hogy mekkora fát kicsavar. Az is látszik, hogy itt a konyhán tetőn a raktár épület rádült. Tehát ez az iskolánál is ugyanígy voltak hatalmas, hogy tövestűcső csavarták kifele a fákat, villanyoszlopokat dűtötte, teljes áram, tehát nem volt az egész községben. Ez szerda óta teljesen úgy fogalmazva, hogy 24 órás szakaszot kellett ellátnunk ez a sürgősség, tehát hogy lakosok minél hamarabb tudjuk mentesíteni az ingatlanok alól, hogy tudják javítani a kárukat. Amikor kaptam ezt a becenevet, ezt a Jovit, hogy Jovinak hívnak, vagy Jovi bácsinak, a Jovi bácsinak hívnak a gyerekek. A Jovit azt úgy kaptam, hogy még tanulókoromban katonaság előtt hosszú hajam volt, vendéglátói szakközépiskola végzettségével, és pincénként hosszú göndörű hajam volt, és a főnököm, mivel nem tudta, hogy Becseri Csaba, vagy hogy különböztessem meg, hát azt mondja, olyan olaszos vagyok, és azt mondta, hogy Jovi, onnantól kezdve így hívtak, és ez már 41, ez 30 éve, tehát ez már a név így használom, hogy Jovi, tehát így ismernek a községben, hogy Jovi. Tehát aki azt mondja, hogy Becseri Csaba, azt nem nagyon tudják, de hitel nem kapcsolódnak, de a Jovit azt mindenki ismeri.